A nem megújuló energiaforrások nem állíthatóak elő akkora sebességgel, mint amilyennel fogyasztjuk őket. Azonban az űralapú napenergia hosszú távú megoldást jelenthet a Föld számára. A környezetszennyezés elleni küzdelemben a tudósok felismerték, hogy sürgősen új, megfizethető energiaforrásra van szükség, ha el szeretnék érni a net zérót. A net zero egy olyan cél, miszerint 2050-re az ipar széndioxidmentessé válik. Ennek eléréséhez az űralapú energiafelhasználás egy tökéletes eszköz. So Space Solar, it has a dedicated mission to... Ez egy jövőbeli tiszta energiát hasznosító technológia, amely a Föld fölött magasan elhelyezkedő műholdakról szól. Ezek bőséges napenergiát gyűjtenek, azt mikrohullámokká alakítják, és a Földre sugározzák. Így gigawattos nagyságrendű energiát nyerhetünk éjjel-nappal, minden évszakban és minden időjárási körülmények között. Erre van szükségünk a net zero eléréséhez. A koncepció a Földön használtakhoz hasonló, de Föld körüli pályán lévő napelemeket igényel, amelyek a napfényt elektromos árammá alakítják, azt pedig mikrohullámokká, és az űrből a helyi hálózathoz csatlakoztatott földi állomásra sugározzák. Power beaming is the core. Tehát az energiasugárzás a központi technológiája ezeknek a rendszereknek. Ez a mögöttem lévő kísérlet, a Harrier, a mi kisméretű prototípusunk a vezeték nélküli energiaátvitelre, amely a napenergiával működő műholdak középpontjában áll. A technológia alapkoncepciójának, a mikrohullámú sugár irányításának képessége műholdról kisléptékű demonstrációja világ első volt. A Harrier nevű demonstrátor úgy forgott, ahogyan az űrben is kell, hogy folyamatosan a nap felé irányuljon, és a sugárnyalábot a földi célpontra irányítsa, vezeték nélkül továbbítva az energiát egy LED-fényhez csatlakoztatott vevőhöz. A Harrier két dolgot tesz. Azt mutatja be, hogy egy mikrohullámú sugárlábnyomot 360 fokban folyamatos és megbízható sugárral lehet irányítani, ezzel egy időben pedig bemutatja a rendszer vezérlését is. Az űralapú napenergia koncepciója a napfénynek a Föld körüli pályán történő összegyűjtése és elektromos árammá alakítása. Ehhez nagyon nagy méretű, de könnyű napelemtáblák és egy tükörrendszer robotizált felbocsátása és építése lesz szükséges. Az energiasugárzási technológia olcsó és megbízható forrás lenne a Föld számára, mivel a napenergiát a nap 24 órájában az űrben gyűjtené be. Az elhelyezés következményeképp a felhők, sőt még az éjszaka sem okozna problémát, sem leállást. Ennek megfelelően pedig potenciálisan tökéletes megoldást nyújtana a Föld számára.